Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek véled. Csoda az élet, csoda, hogy élek. Csoda, hogy örökkön örökké csodát remélek. Napsütéses mindennapokat kívánunk Önöknek. Napsugár Anna, siket jeltánc művész, csodákkal teli élettörténete segítségével, és elmondanám, hogy ez az élettörténet egyáltalán nem volt akadálymentes. Talán ezért is érezheti magáénak Anna a Ne add fel című dalt. Ne add fel, azért se lássunk sírni, senki sem. Isten hozott benneteket, Napsugár Anna, és kedves férje, menedzsere Sarek János. Köszönjük szépen a meghívást. Édes Anna, te súlyos hallássérültként születtél. Igen. És valóban csodába illő, hogy a zene világában találtad meg a boldogságodat, de hogyan tudtad magad kiszabadítani abból a csendből, ami folyamatosan körülvett és körülvesz? Számomra nagyon fontos az emberek szeretete. És amikor elmegyünk egy rendezvényre, egy baráti találkozóra, vagy bármilyen ünnepségre, nagyon fontos, hogy átadjuk egymásnak a lelki világunkat, a szeretetünket. És gyermekkorom óta, mivel nagyon szeretem a zenevilágát, úgy gondoltam, hogy én kifejező eszközöm lehetne egy olyan művészeti tánc, amit megpróbálok keverni a szeretettel, a boldogsággal, a jelnyelv útján. És ahogy alakult az életem, és egyre inkább a csend világába jutottam, akkor arra jöttem rá, hogy milyen jó lenne, hogyha megmutathatnám sorstársaimnak, barátaimnak, hogy mit jelent számomra a zene a csendben. És ahogy alakult az életem, találkoztam veled, adtál egy olyan energiát, olyan hatást a legelső fellépésed alkalmával, ami bebizonyította nekem, hogy ezt az utat vinnem kell. És amikor a videóklip forgatásunk alatt megismertettél a zenevilágoddal, a lelkületeddel, és a szeretet még nagyobb erejével, akkor is rájöttem, hogy ez egy olyan fantasztikus világ, a zene, a tánc, a boldogság, amit jó lenne összehozni és kialakítani. És te adtál nekem egy hatalmas csodát, ami erőt adott, hogy ezen az úton elindulhassak. És gyakorlatilag te segítettél nekem, te voltál az első olyan művész az életemben, aki láttál bennem egy pici fényt, és ezt a fényt segítetted, hogy ragyoghasson az emberek szívébe, lelkébe. A te eredeti neved micsoda? Horváth Anna. Horváth Anna. És hogyan lettél Napsugár Anna? A közönség mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha Sugár Anna lennél, és ahogy jártam az országot a fesztiválokra és a versenyekre, mindig úgy írták rá az oklevelekre, hogy Sugár Anna. Uh-huh. És akkor így született, és akkor megkaptam az igazságügyi minisztérium által, azóta hivatalosan Napsugár Anna vagyok. Gyerekként de hogyan élted meg, hogy nem hallod a körülötted lévő világot?
nagyon nehezen, bezárkoztam, nem mentem el sehova, otthon voltam édesanyával, segítettem neki. Tehát ugye elmenekültem a világ elől. És mivel édesapám DJ volt, megmutatta ő is a zenevilágát már gyermekkoromban, megszerettette velem. De akkor még voltam foszlányosan. Halló voltam, 30%-ot hallottam a zenevilágával, és a saját hangomból. Gyakorlatilag 30 éves koromra veszettem el teljesen a hallásomat. És addig édesanyám járatott logopédushoz, különböző beszédtechnikák fejlesztésére, és annak is köszönhetem, hogy ilyen szépen megtanultam beszélni. És nagyon fontos, hogy Földesi Margit a színitanodáján keresztül 6 évig jártam hozzá. Ő is erősítette, hogy a beszédet vinni kell, nehogy elfelejtse a hangom a beszédet, mert egy olyan betegségem van, hogy halló és beszédközpont sorvadás, amire azt mondták, hogy körülbelül 30 éves koromig elvesztem a hallásomat, és ez így is történt. Mostanra pedig elvesztem a beszédemet. Édesanyádnak sokat köszönhetsz, nem véletlen, hogy az egyik dalod róla szól, drága édesanyám. A várodában a ruhák életre keltek, szépítsd a gyermeket. Csodásat éned, mint varázsló lépted, gyógyítja lelkemet. Mama, meg köszönöm néked, vigyáztál rám, mindent feláldoztál. Mama, megköszönöm néked, varázsoltál, most én vigyázok rám. A jelenlés. Hogyan alakítottad át jeltánccá? Mert ez azért két különböző dolog, így, ugye? Nagyon fontos tudni, hogy van a hivatalos jelnyelv, vannak a hivatalos jelnyelvi tolmácsok, ami szerettem volna lenni. Siketember nem lehet tolmács. És emiatt én középfokig végezhettem el a jelnyelvi középfokú kommunikációs vizsgát, tovább nem mehettem ebben a szakmában, és az érettségiző, tehát a gimnáziumi osztálytársaim 8 főből álltak, és akkor abból 6 siket, 2 nagyot halló volt, és úgy segítettük egymást, hogy én segítettem őket beszélni, ők meg segítettek nekem jelelni. És amikor így elmentünk szórakozni különböző helyszínekre, akkor találkoztam Várkonyi Attilával, DJ Dominikkal, és kértem, hogy retro, például a te dalaidat játssza le, Millió Rózsaszál. És amikor lejátszottam a dalokat jellel, tánccal, és sok-sok szeretettel, érintéssel, közvetett kommunikációval, egy olyan világba csöppentek a hallássérült sorstársaim, hogy tetszett nekik. És ez is megmutatta, hogy nagyon jó úton járok, ezt az utat folytatnom kell. És akkor így folytattam, és országos szórakoztató zenei központban találkoztam Szirmai úrral, aki mondta, hogy ebből tegyek egy vizsgát, mert kötelező minden táncművésznek vizsgát tenni. És segített abban, hogy elvégezhessem, és akkor most már hivatalos működési engedélye rendelkező, egyedülálló, egyetlen működési engedélyem van, és akkor azóta pedig országos szinten, most már 10. éve járom az országot versenyekre, ugyanis befogadták a jeltánc művészeti ágat, mint gyógyterápiás tánc, és a zuglói táncversenyen is, és a ritmus csapatok országos táncversenyen is versenyzünk. Kodály Zoltán azt mondta, hogy legyen a zene mindenkié, és ebben te sokat segítesz, mert azon dolgozol, hogy lerombold a falakat a fogyatékkal élők és az egészséges társadalom között, de ebben társa is találtál, segítő társa, a kedves férjedre, Sarek Jánosra. Hogyan történt ez a találkozás? Hát, Anna művészete. Megláttad és megszeretted?
És most azt meg, ha nem úgy folytatom, de hozzád kapcsolódik, amikor ott megtartottad a retro koncertedet, Annát meghívtad. Én is ott voltam, mint néző. És ismeretlenül is segítettél. Tehát ott láttad meg, amikor együtt énekeltük a Neadfelt, akkor szerettél bele Annába? Hát mert találkoztunk már több helyszínen, megható. De akkor szeretett belém. Nagyon képzeld megható. El, hogy ez egy ilyen kapocs. Milyen nagyon megható. Ötletos. Attól kezdve közösen alakítottuk a kettőnk sorsát. Esküvő mikor volt? Hányban? Esküvő mikor volt? Te vagy a szeptember 17-én. És 13 évvel ezelőtt. 13 évvel ezelőtt. Az egy pénteki nap volt, akkor már nagyon szoros együtt éltünk, még nem voltunk, hát az volt a házasságkötésünk napja. Mert onnan azonnal Pécsre utaztunk, mert Annának a csapata még működött, és Pécsett ott volt egy előadás, ahol nemzetközi, első nemzetközi országos fesztivál, ahol fel kellett, hogy lépjünk egy dallal, mert azt vittek. És az esküvőről mentetek Pécsre? Az esküvőről mentünk. Bekaptuk az esküvő jelvédet a családdal, és beültünk a kocsiba, és mentünk. Igen. Úgyhogy a lász éjszakán oktogon házasságkötőteremből az ebédről. De csoda volt. Az a nap is egy csoda volt. De annyira megtaláltuk egymás gondolatait, hogy például együtt választottunk magunknak otthont. Azt a lakást vettem meg, amit Annával közösen teljes egyetértésbe választottunk ki a belvárosban. Nagyon fontos volt, hogy édesanyukámhoz közel legyek. Ugyanis én egy héten legalább kétszer-háromszor elmegyek hozzá. Legyen a segítés, vagy varrás, de hogy lássam, hogy érezzem, hogy közel legyen hozzám. Ugyanis én nagyon anyás vagyok gyerekkorom. Meg hát ő varja a csodaruháidat, igen, hiszen igen. Te plusz size modell vagy. Igen. Plusz, nagyon szépen fejezted ki magad, igen. És most az idei stílő, második stílus királynő döntőse vagyok, tehát most lesz majd júliusban a szépségverseny, oda is megyünk le, és szeretettel mutatjuk be a saját ruhámat, és abban fogok végigmenni a kifutón. De Jánossal olyan átütő ez a szerelem, hogy dal is született belőle, ami platina lemezes lett, a Maradj itt velem. Nem vagy itt, sírni volna jó. Amikor messze jár, hiába minden szó. Amikor én leszek, ki tőled messze jár. A szíved vár, a szívem vár. Mondták, amibe is következett, hogy elveszíted teljesen a hallásod, elveszíted a beszédkészségedet, de csoda, ugye, találkoztál Pitti Katalinnal, aki segített neked abban, hogy megőrizd a beszéd és ének hangodat. Ez hogy történt? Ugye voltunk az Esteden, és mikor előadtam a Neadfelt, és utána még csoportosan előadtuk Iljellel, és pici hanggal, és pont Kati majdnem mellettem állt a közelemben, az Azért vannak a Jó barátok színű dalt, akkor hallotta meg az én hangomat, az ének hangomat. És akkor, amikor vége volt ennek a csodálatos estnek, akkor odajött hozzám, és mondta,
hogy Napsugár, nem tudtam, hogy te még énekelsz is. És akkor mondtam neki, hogy igen, verseket és dalokat is írok, és emiatt megtanultam énekelni, de csak magamtól. Senki nem vállalt el, mert siket embert nem tudnak, hogy hogy kell tanítani énekelni. És akkor mondta, hogy próbáljuk meg, gyere el hozzám, nagyon szívesen segítek neked. Egy évig én lebetegedtem, egy nagyon nehéz daganatból gyógyultam ki, sok helyen megműtöttek, de a Jóisten még akarta, hogy itt maradhassak, itt vagyok közöttetek, és ennek köszönhetően egy év múlva elkezdtem hozzájárni, most már 6. éve tart az ő tanítása. Kialakítottunk egyedülálló, speciális, siket és halássérült tanítási módszert, ami azt jelenti, hogy testen, hangon és rezgéseken keresztül tanítja nekem először a beszédet, utána tanította a hang rezgéseket, és csak a legvégén kezdtük el megtanulni az ének hangokat. Tehát amikor nekem be kell dalokat, hangokat szólamizálni, akkor nem hangokat szólamizálok, hanem szövegrészleteket, amit itt is a próba elején, hogy rántott csirke, vagy a szerelem szárnyon jár, ilyen dolgokat, és akkor ezáltal, ahogy 2 évig ezt nagyon kemény munkával tanultuk, semmi fellépés, és 2 év után jutottunk el oda, hogy templomba is elvitt, és mindig egy dalt, a saját dalomat, a Soha nem mond, hogy soha dalt együtt énekeltük, zárásként az ő műsorának a végén, és később lassan népdalokat, minden olyan dalt, ami nekem a hangomhoz lehetett kialakítani. És akkor rájött, hogy lehet fejleszteni a napsugarat, és mondta, hogy hozhatom még a többi dalomat. És akkor a drága édesanyámat is megtanulta, és az is megszületett videóklipbe, és azt is együtt énekeljük, amikor vannak minden fél év és év végén iskolai zárások, ilyenkor a bizonyítványosztások előtt vannak műsorok, és akkor elénekelünk 2 dalomat. Ez számomra olyan csoda, hogy amellett az énekesnő mellett állhatok, akit gyermekkorom óta szeretek, a példaképem ugyanúgy, mint te, és neki van egy olyan fantasztikus hangrezgése, amikor ő énekel, főleg amikor fönt van a szopránban, akkor libabőrös vagyok. Olyan, mint amikor te lent vagy, tehát ez egy fantasztikus hangkeveredés, és számomra egy olyan boldogságot ad, ami szintén erőt adott ahhoz, hogy fejleszhessem a hangomat, és merjek, vállaljam önmagam. Akkor most nézzük meg azt a duettet, amit Piti Katalin énekel Annával, Soha nem mond, hogy soha. Ha úgy érzed, hogy nincs tovább, hogy vége, hogy soha többé nem süt rá a nap, s ha úgy érzed, hogy nem jutsz már a fényre, ez a gondolat majd végleg megszakad. Soha ne mondd, hogy soha, csak menj tovább, majd rád talál egy csöppetéket. Soha ne mondd, hogy soha, repülj tovább, s karjába az égtől vár csodát. Én mondd, mi az, ami benned él, azt hallja, aki eljön érted, s éget rá talál. Soha ne mondd, hogy soha, csak menj tovább, majd rá mondtad, hogy
hogy tetszik, ahogy Pitti Kati a magas hangokat, én pedig a mély hangokat énekelem, de hogyan hallott ezt? Ugye nekem vannak hallásmaradványaim. Igen. És ez a hallásmaradvány, ha eljut, mert nekem nem csontsérülésem van, hanem idegfájasérülésem, ezekre emlékszik az agyam, csak nem tudja a kettőt összekötni, mert meg van szakadva, avval, hogy el van halva. És amikor ezt a két fantasztikus hangot hallom, a tiédet meg a Katiét, ezt én hallottam valamikor régen, és a testem ezt a hangot megtanulta érzékelni. Senki más énekesnek a hangját nem hallom, és nincs libabő rajtam, csak a tiéden és a Pitti Katién. Benne van a testemben, az emlékeimben, ő emlékszik, és akkor így, meg az, hogy én nagyon szeretem, ez biztos közel áll hozzá, mind a kettőtöket, ez bennem valami csodát indít el, ami által élvezhetem a ti zenéteket. És mindegy, hogy melyik dalról beszélünk, akármilyen Pitti Kati és Csongádi Kata dalt bekapcsolok, mint ami most megszületett az ölelés dalod, hát az is olyan libabőr volt bennem, és akkor még láttam a látványt, a táncodat, a mosolyodat, az örömet, ez egy ilyen dupla érzéket ad nekem. Na most azt olvastam, hogy a napsugárkonyha elengedhetetlen kelléke a tűzpiros paprika. Igen. Te főzöl? Nagyon szeretek főzni, gyermekkorom óta. Jól főz ez a lány? Igen? Szóval nem marad széhen. Az édesanyja tanítványa, aki gyerekkora óta szakácsnő. Igen, és édesapukám meg vendéglátóiparban dolgozott, ő alakította ki a taverna vendéglátóipart, akkor még volt a City Grill, és vitte, hozta az eszközöket, és amikor ilyen szállítások alkalmával elvitt engem is, akkor mindig belekóstolhattam a szakácsvilágba, mert ott leállt, és akkor ő nem főzött, ő nem szakács volt, hanem nagyon jól tudott főzni. És akkor, amikor valahova lementünk Balatonra, akkor mindig kérték aput, hogy főzzél már nekem egy babgulyást, vagy főzzél egy passzalt, mert tudták, hogy az olyan igazi horvát. Passzal. És ahova jártunk, akkor tudták, hogy a Horváth Zoli passzalja megérkezett. Na most János, mindenbe tesz paprikát? Erősen főz? Erősen Csípős? Főzök, mindenbe teszem a paprikát? Ez nagyon pontos és érdekes kérdés a részedről, hiszen a paprikának rengeteg fajta íze van. Pontosan. Anna ezekből az édeskéseket szereti. Aha. És paprikából nagyon sok fajta van, tehát én erőseket egyáltalán, mert ez azért izgalmas, mert az édesanyja meg a csípőset szereti. Úgyhogy amikor együtt főznek, akkor külön főznek. Egyiknek külön főznek, a másiknak. Aha. Ez is egy kicsit színesíti a munkát. Anna, te a legutóbbi estnagy koncerten is fölléptél velem. Na most, az egy külön csoda számomra, hogy szembe a közönséggel, ugye én nem tudtam neked segíteni, igen, tehát nem tudtál szájról olvasni, és mégis pontosan lejeltáncoltad a Hull az elsárgult levél című dalt. Ezt te hogy csináltad? Hogy tudtad, igen, megoldani? Nagyon fontos tudni a dalnak a kottáját. Ugye a tiédnek nem mindegyiknek tudom a kottáját, de amikor én még hallottam, akkor pontosan megszámoltam, hogy mikor érkezik, ne add fel, azért se, hány daktusra van a belépésed, hány daktusra veszel levegőt, ezeket mind megtanultam. Pontosan azért, mert tudtam, mi vár rám 20 év múlva. Aha. És mivel te voltál a mindenem a zenei világomban, ezért nekem tudnom kellett, hogy ezt, ha ezt az utat választottam, a jeltáncművészetet, akkor még nem tudtam, hogy énekelni fogok, és saját verseim lesznek. Ez volt a tervem, hogy akkor Csongrádi Kata dalait viszem az utamon. És ezért mindenféleképpen ragadkodtam hozzá, hogy ezeket megtanuljam. Ha nem tudtam magamtól, akkor kértem jelnyelvi tolmács segítségét, hogy ez hova esik, hány lépés van még, hány daktul. Tehát tökében számolsz közben? Számolnom kell. Tehát amikor jelelek, nem csak a táncli, azért csak piciket táncolok a táncokban, hogy tudjam számolni, hogy mikor jön. Tehát nekem matematikában 5-ös voltam, tehát nekem nagyon fontos az, és ennek nagy használt veszed most. A mosolyom a kezem, és akkor forog az agyam, hogy most elárultam a titkot, senki nem tudta, ezt csak te kérdezted meg tőle.
Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan számolja ki ezeket a taktusokat Anna a Hull az elsárgult levél című dalunkban. Fúj a szél és én csak ballagok, körülöttem néma csillagok, meg se kérdi tőlem senki sem, merre mentél kedvesem. Esik eső és én ballagok, néhány elmúlt percre gondolok, kérdezem a tűnő felleget, otthonod most hol lehet? Többé már nem sírat, így hidd el, téged senki sem, mint ahogy én siratlak, azóta is szüntelen. Nem szégyellem, mellettem húl az elsárgult levél. Sír a fáradt őszi szél, mondd, hogy nem múlt minden el, mondd, hogy néha könnyezel. Sáros úton egyre lépkedett, körülöttem boldog emberek, elmesélni nékik nem tudom, milyen nagy a bánatom. Többé már nem sírat, így hidd el, téged senki sem, mint ahogy én siratlak, azóta is szüntelen. Nem szégyellem, és egyre húl az elsárgult levél. Sír a fáradt őszi szél, mondd, hogy nem múlt minden el, mondd, hogy néha könnyezel. Az elsárgult levél, mondd, a holnap mit ígér, mondd, hogy mi lesz most velünk, mondd, így meddig élhetünk. Anna drága és János drága, ti nagyon nagy példát mutattok mindenkinek, aki hajlamos egy kicsit kétségbe esni, vagy feladni az álmait, ti nem adjátok fel, és szívből kívánom, hogy ne adjátok fel soha-soha. Köszönöm szépen. Soha nem adjuk fel, soha. Köszönöm, hogy eljöttetek, és mindezt köszönöm elmondtátok. Köszönöm szépen, hogy itt láttam, és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Köszönöm szépen önöknek is szívből, hogy velünk voltak, és azt kívánom önöknek, magunknak, hogy ne adjuk fel az álmainkat, mert ha hiszünk a lehetetlenben, akkor az lehetséges lesz. Isten áldja önöket a viszontlátásra. Csoda az élet, csoda, hogy élek, csoda, hogy nevetsz, és csoda, hogy nevetek végig.